Rajzok, festmények, figurák. A Kőrösi úti óvodában szinte minden helyiséget különböző medvék díszítenek. Nem véletlen, hiszen ma derült ki, hogy előbújik-e a medve a barlangjából. Néphagyományos vonatkozása is van a mai napnak. Hát régen időjósló napként figyelték az emberek, milyen időjárás van. Ha sütött a nap, kijött a medve a barlangból, megijedt a napfénytől, saját árnyékától, és visszabújt. Akkor még hideg következik legalább 40 napig. Mai nap erre nem számítunk, borongós idő van, kinn marad a medve, nem ijed meg. Jön a tavasz is, reméljük jó idő lesz. De ma ünnepelték a gyertyaszentelő boldogasszony napját is. Ez valójában a kicsi Jézus bemutatása a templomba, amikor elvitte Szűz Mária és Szent József a kor vallási előírásainak megfelelően, a templomba is bemutatták. Ez a jeruzsálemi templom, és ott Istennek hálát adtak azért, hogy ő a világra jött, ez egy vallási kötelezettség volt, és ők mindent, a Szent Család, minden előírást betartottak. Az óvodába vendéget is vártak. Macák Tamás, káplán atya Balázs áldást adott a gyerekeknek. Ilyenkor egy kettős karú gyertyát helyeznek a kicsik arca elé, és megáldják őket torokbetegség és minden más baj ellen. Szent Balázs püspök és véletlenül közbenjárására szabadítson meg titeket az Isten a torokbajtól és minden más bajtól, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Macák Tamás mindig örömmel jön az óvodába. A káplán atya arról is beszélt, hogy mit jelképez a gyertya. Minden ember olyan, mint egy gyertya, amit a Jóisten meggyújt. Az életünknek a célja az, hogy fényt vigyünk más emberek életébe, hogy a Jóisten szeretetének a melegségét adjuk oda a többi ember számára, és ezáltal töltsük be küldetésünket, hiszen Isten azért teremtett bennünket, hogy fény legyünk a világ számára. A gyerekek együtt imádkoztak és énekeltek a kettős ünnepnapon.